12-0-val kezdett az atomerőmű ESE Kaposváron a középszakasz utolsó előtti fordulójában Dugán, Evans és Szabó Zsolt pontjaival. A paksi kispadon már ott ült Tóth Ádám is bevetésre készen, így nagyobb rotációval dolgozhatott Zunis Branislav edző. A negyed második felében a hazaiak is magukra találtak és felzárkóztak, így 20-24 állt a táblán 10 perc után. A folytatásban pár pillanatra átvette a vezetést a KKK, a lepattanókat a házigazda sokkal jobban szedte. A paksiak azonban rátettek egy lapáttal, koncentráltan támadtak és védekeztek, így a nagy szünetben is még vendég előnyt mutatott az eredményjelző. 45-51-ről kezdődött a harmadik szakasz. Markovics találataival rövid idő alatt két számjegyű lett a differencia a felek között. Az ASE továbbra is remekül dobta a triplákat, de a kaposvári lepattanó fölény is tovább nőtt, így pontos dobásokra ítéltetett a piros-kék gárda. Fekete Ádám egylete folyamatosan kapaszkodott, de az atom tartotta minimális vezetését. 69-72 volt az utolsó negyed előtt. A negyedik etapban aztán fejfej mellett haladtak az együttesek, hol itt, hol ott volt az előny. Frazier vezérletével aztán a végjátékot jobban bírta a vendéglátó, és a remekül küzdő ASE ellen megnyerte az összecsapást. A végeredmény Kaposvári KK, atomerőmű ESE 97-92.